Nagyon szépen köszönöm, Eszter. Köszöntöm a kedves hallgatóságot, és egy kicsit lámpalázas vagyok, mert ilyenfajta előadást még soha nem tartottam, de remélem, hogy azért sikerülni fog, és hogy a lámpalázamon túl legyek, a szokásos előadás indító körte muzsikámat most is elhoztam. Remélem, hogy önök most látják az első diámat. Hasonlóság és alkalmazásai, erről fogok beszélni, és nagyon örültem, amikor Eszter ezt a témafelvetést elfogadta, ugyanis én egyébként is nagyon szeretem a geometriát, és a geometrián belül a hasonlóság az az egyik kedvencem. Ezt szinte mindig 10. osztályba veszem elő, és egy nagyon gazdag témának tartom. Az egész témát felosztottam 4 szintre, és először ezeket itt bemutatnám. Tehát van az első szint, amiben a középpontos hasonlósági transformációt írtam, a háromszögek hasonlóságának alapeseteit és a párhuzamos szelők tételét. Tehát ezt a szintet úgy gondolom, hogy itt dominálnak olyan dolgok, amiket egyrészről a gyerekek a fizikai valóságból, a tapasztalati életükből hoznak, másrészről tanulták már általános iskolába, van bizonyos hozott anyag, illetve vannak dolgok, amiket itt mindenképpen meg kell szilárdítanunk, és ezek kiinduló pontjai lehetnek később a bizonyításainknak, feladat megoldásainknak. De utána tovább lehet lépni, és a második szintre írtam 3 tételt, a szögfelező tételt, a párhuzamos szelőszakaszok tételét, és a magasság és befogó tételt. Tehát ezek olyan tételek, amiket tényleg alapórában mindenkinek meg tudunk tanítani. Emlékszem, ez még a régi háztáji érettségére is, ez a magasság és befogó tétel, ez az egyik kedvenc volt. Ezek közül mégis talán a legnagyobb kedvencem az a középső, mert az egy olyan klasszikus tétel, ahol a tétel állítása igaz, és a megfordítása nem igaz. És aztán erre rá lehet tenni még egy lapáttal, tehát hogyha van belső szögfelezőnk, akkor lehet külső szögfelező, a külső szögfelező után Apollonius kör, megtaníthatjuk a Csehba és Penelaus tételt, aztán pontkörre vonatkozó hatvány, a körök hatványvonala, a Ptolemaiosz tétel. Tehát, hogyha valakinek sok órája van, nem alapórás csoporttal dolgozik, vagy vannak szakköri érdeklődő diákjai, akkor itt lehet bővíteni bőven a témánkat. És hogyha versenyzőink vannak, vagy tényleg nagyon érdeklődő csoport, akkor a forgatványújtásokba belemehetünk, a Cseva tétel egyfajta általánosítása, a Kárnó tétel, Menelaus tétel általánosítása, több pontra, térbe, kézi tétel. És odaírtam még egy pont-pont-pontot, ami azt jelzi, hogy itt aztán a határa csillagos ég, tehát ezzel tényleg haladhatunk előre. Valószínű a diákjaim azt mondják, hogy én azért elég sokat elvacakolok a hasonlósággal. Na most, amikor az előadásra készültem, akkor gyorsan a kezembe vettem ezt a klasszikus feladatgyűjteményt, a geometria feladatgyűjteményt, és belelapoztam, hogy merhetek-e én itt valami újat mutatni, hát a kollégáknak ez a feladatgyűjtemény mindenkinek ott van a polcán, és már mindenki ennek a feladatait azért elég sokat megcsinált belőle, hogy na most csak egy ilyen tippet kérek, hogy hány feladat van ebbe a geometria feladatgyűjteménybe a hasonlóság témakörbe. Na most akkor tegyük interaktívra az előadást, tehát lehet tippelni ott a chatbe, vagy a questionbe, hogy igen, na nézzük, én közben nézem a tippeket. Igen, érkeznek a tippek, nagyon jó. Igen. Jó. Na hát én itt mindenféle számokat látok, 100, 279, 100, stb. Tehát jönnek a tippek, de ide fölírom, hogy mi az igazi válasz.
Tehát 232 feladat. 232 feladat, hát ezek után én azt hiszem, hogy most be is fejezhetném, de azért én mégis persze nem akarok konkurálni ezzel a 232 feladattal, hanem inkább csak néhány feladatot kiemelnék, amiket fontosnak tartok, illetve talán az a fűzés, ahogy egymás után teszek feladatokat, az lehet érdekes, és egy-két esetben fogok mutatni olyan feladatot, ami talán följebb emeli a tekintetünket a hétköznapi munkánál. Na, és akkor mostan belevágunk a matekba, és 15 feladat lesz, amit én előre megmondom, hogy ezeket nem fogjuk mindegyiket ugyanolyan részletességgel végignézni, és ugyanúgy hivatkozok arra, amit a Géza mond, hogy ha valakinek itt bármikor gyors, akkor utólag egy részletesen leírte rendes anyagba, ezt majd megtalálja a honlapon. De igyekszem azért nyomon követhetővé tenni legalább azt, amit most így átveszünk. Úgyhogy nézzük ezt az első feladatot, ez egy ABC háromszögről szól. Ebben az ABC háromszögben az AB oldal az 5, és a BC oldal az a 4, és a CA oldal az a 3, és itt be szeretnénk szerkeszteni egy olyan négyzetet, amelynek két csúcsa az AB oldalon van. Jó, tehát a hevenyészet ábrámra, ide még bele is rajzom, tehát valahogy így szeretnék, hát nem sikerült, látjuk, nem sikerült, mert ez egy kicsit ilyen téglalapos lett ez a rajzocska. És akkor most mondanám, kedves kollégák, hogy ezt a kis hevenyészet rajzocskát, ezt csak azért rajzoltam ide, hogy önök, amíg olvassák, így jobban el tudják képzelni, mert azért készítettem ehhez egy rendes ábrát is, és ahhoz most már egyből ide is. Tehát itt van a szép ábránk, az ABC háromszöggel, és ott van benne az a piros kis négyzet, amit meg szeretnénk szerkeszteni, és én ezt egy elég fontos feladatnak tartom, és elég nehéz feladatnak is tartom. Tehát a gyerekeknek ez nem olyan könnyű ezt a kis négyzetet oda beszerkeszteni. És most mi gondolatban képzeljük el, hogy hol van itt a hasonlóság. Tehát itt ott van benne egy hasonlóság, hogyha C-ből azt a kis négyzetet kinagyítom, akkor a nagyítás során ez az M pont, ez itt végig ezen a CA egyenesen fog. Az N pont, hogyha nagyítom, akkor ezen a CB egyenesen fog fogni. Tehát nagyítsuk ki az MN szakaszt az AB-be, és akkor a négyzet ebbe a nagy fekete ABDE négyzetbe kerül. Jó? És noha én a pirosat nem ismerem, de a feketét azt meg tudom rajzolni. És ha a feketét megrajzoltam, akkor onnan visszakereshetem a pirosat. És ez itt a nagy trükk, mert a feketét megrajzolni azt könnyű, ugye a nagy négyzetet a háromszög oldalára, és utána visszakicsinyíteni az E pontot a CE egyenes mentén L-be, utána már csak merőleges állítok, és kész van. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, hogy ugye itt az elején azt mondtam, hogy 3, 4, 5 az oldalak, itt nem volt semmilyen szerepe annak, hogy ez az ABC háromszög derékszögű, de egy dolog miatt mondom én mégis így a feladatot, azért, hogy nagyon barátságos legyen, nagyon kényelmes legyen. A gyerekek ne ijedjenek meg tőle. Aha, ezt már ismerem, ezt a feladat, ezt a háromszöget. Tehát ez egyfajta pedagógiai trükk. Jó? A számolást most azt nem vesszük végig, hogy lehet kiszámolni, az egy egyszerű kis mutatvány. És inkább menjünk tovább. Nézzük a második feladatot. A második feladat az azt mondja, hogy van AB és A vesző, B vesző. Ezek olyan pontok, hogy az AB és az A vesző, B vesző párhuzamosak és nem egyenlő. Akkor most is a kis firka. Jó, tehát itt van az AB. És akkor az A vesző, B vesző, A vesző, B vesző, ezek párhuzamosak, és
és nem egyenlő. És akkor mind a kettőre rajzolunk egy-egy négyzetet, azonos körüljárásúak. Jó? Tehát akkor ide. Ide is rajzolok egy kis négyzetet, meg ide is rajzolok egy kis négyzetet. Jó, ott a betűzés. Igazoljuk, hogy az A, A vesző, B, B vesző, C, C vesző, D, D vesző egyenesek egy ponton mennek át. Jó? Ezeket már nem rajzolom rá, az már mindjárt szép ábrámon rajta lesz. És akkor jöhet is a szép ábrám. Itt van az ABCD négyzet, és ott van a vesszős négyzet, és a megfelelő pontokat összekötő szakaszok, azok egy ponton mennek át. Jó? És akkor most megmondom, hogy itt van egy olyan dolog, hogy a gyerekek itt nagyon sokszor azt mondják, hogy hát ez szinte, hogy ez magától értetődik. Mit kell ezen bizonyítani? De gondoljuk meg, hogy miről van itt szó. Arról van szó, hogy a kék négyzet és a zöld négyzet, azok hasonlók. De ennél több, igaz, középpontosan hasonlók, mert a megfelelő oldalpárjai párhuzamosak. Márpedig, ha középpontosan hasonlók, akkor létezik egy olyan középpontos hasonlóság, ami a kéket a zöldre viszi, a kék négyzet A csúcsát a zöld négyzet A vesző csúcsába viszi, márpedig akkor a középpontos hasonlóság középpontjának rajta kell lennie az A A vesző egyenese. Na de ugyanígy a BD vesző egyenese, CC vesző, DD vesző, tehát ezek kötelezően átadnak egy pontot. Ehhez a feladathoz készítettem még egy diát is. Ha hasonlóság aránya negatív, akkor ez a dolog így néz ki. És noha ez a feladat egy egyszerű feladat, ehhez is szeretnék fűzni egy kis ilyen didaktikai megjegyzést, hogy ezt a feladatot nem biztos, hogy így adom föl én igazából a matek órámon, hanem amikor a hasonlóságot elkezdem, akkor mindig úgy kezdem, hogy gyerekek, a négyzetrácsos füzetetekbe rajzoljatok mondjuk betűket, szépen így a négyzetrácsra, és akkor azt nagyítsátok, kicsinyítsétek, pozitív arány, negatív arány, hogy megfigyeljük, és legyenek ilyen tapasztalataik. És utána azt mondom, hogy a négyzetrácsos füzetetbe vedd föl ezt a ABCD, meg A vesző, B vesző, C vesző, D vesző négyzetet. A négyzetrácsra könnyű, szép, precíz négyzeteket rajzolni, még akkor is, hogyha nem ilyen helyzetűek, hanem egy kicsit elforgatott, és kötögesd össze a megfelelő pontokat, és mit tapasztalsz? Szóval, ha az ember ezt így kérdezi, akkor egészen más a feladat indítása, mint hogyha azt mondom, hogy bizonyítsd be, hogy ezek egy ponton. Kötögesd össze, összekötögesd, hát mint hogyha egy ponton mennének. Na, most már sokkal érdekesebb megkérdezni, na de miért? Mi ennek az oka? És különösen a negatív arány esetén, tehát az az ábra, amit most látunk, ez a gyerekeket eléggé meg szokta lepni, hogy itt, amikor így ezeket összekötögetem, ezeket a pontokat, azok ott egy ponton mennek át. Hogy az előző rajz az még egy kicsit olyasmi volt, mint egy ilyen folyosó, vagy mi ez ilyen, talán ilyen rajzokáról ismert, de ez kevésbé üti úgy meg a szemet, de itt is a középpontos hasonlóság a kulcs. Menjünk tovább. Adott egy szög szárai között egy P pont, szerkesszünk olyan kört, amely érinti a szög szárait, és átmegy a P ponton. Jó, tehát a kis firkám, itt a két szög szár, és a szög szárak között itt van ez a pont, P pont, és szerkesztendő olyan kör, amely érinti a szög szárait, és átmegy a ponton. Hát most nem tudom, hogy néz ki ez a kör, most így berajzolom itten szaggatottal, valahogy ez a kör itten a mi vágyott körünk, de hogy itt most hogy lehetne, mit lehetne csinálni ezzel. Ez a feladat se könnyű. Én megmondom, hogy ez egy klasszikus feladat, de egyáltalán nem könnyű ennek a megoldása, tehát hogyha csak úgy feladjuk gyerekeknek, akkor bíztalan leszámíthatunk rá, hogy azért ezzel el fognak időzni. De mi most vegyük át ennek a megoldását. Tehát, ugye amikor a kört keressük, ezen az ábrán már rajta van a kész megoldás, látjuk a P pontot, és ez a piros,
ez a piros T1 középpontú, meg ez a zöld T2 középpontú kör, ezek lesznek a megoldások, és nyilván a köröknek a középpontja az rajta lesz a szögnek a szögfelezőjén. De a T1-et meg a T2-t a sajnos egyelőre még nem ismerjük. Jó, mi már látjuk, de hogy hol keressük őket, azt nem tudjuk. És ezért a nagy bátorság az ott van, amikor fölveszünk ezen a szögfelezőn egy találomra egy pontot, én ezt most O-val jelöltem. Persze utána O-ból már tudok merőlegest állítani a szögszárra, tehát itt tudok rajzolni egy olyan kört, ami érinti a szögszárat, ez a szaggató kör. Jó? És hát ez nagyon szép, mert ez érinti a két egyenest, de nem megy át a P ponton. Hát nem ez az, amit meg akartam szerkeszteni. Most mit csinálja? És akkor most jön a trükk, hogy ho-ho, itt egy hasonlóság el van rejtve az ábrán, ha S-ből ezt a szaggatott kört kinagyítanám, akkor a szaggatott kör gyönyörű szépen bele nagyítódna ebbe a piros körbe. Na de vajon melyik pontnak lesz a képe a P? Hát azt viszont tudom, mert ha az SP egyenest meghúzom, akkor az az SP egyenes, az kimetszi ezt a Q1 pontot. A szaggatott kör Q1 pontjának lesz majd a piroson a képe a P, és a Q1O sugarat azt én ismerem. Ennek a sugárnak lesz majd a képe, a P-ből induló sugár, tehát akkor P-ből párhuzamost húzok a Q1-óval, az kimetszette a T1-et, és most már meg tudom húzni a piros kört. Jó? És hasonlóképpen a másik metszéspont, a Q2 esetén kapjuk a zöld kört, ezt a másik kört. Ez egy nagyon szép szerkesztés, és érdemes el is végeztetni a gyerekekkel, hogy ezt megtapasztalják. Nem? Egy ilyen körszerkesztés is ügyesen ment. Na, menjünk tovább. A négyes feladatban egy trapézról van szó. A, B, C, D trapéz. Na, nézzük akkor a kis firkát. Itt van egy trapéz. És mit is tudok, hogy az A, B és a C, D azok a párhuzamosak. Itt van A, B, C, D. Ezekre kifele szerkesztünk szabályos háromszögeket. Ide fölülre egy ilyen jó kis sapkát, ide alulra meg egy ilyen jó kis lelógót. A, B, E, ide fölül meg a C, D, F. És az az állítás, hogy az E, F ezeknek a távoli csúcsoknak az összekötője, pitty, 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 pitty. Ez áthalad az átlók metszéspontján. Na most itt egy icipicit várok, mert noha akár továbbképzés ide vagy továbbképzés oda, itt a matek tanárok szeretnek gondolkozni, és hát ha itt néhányan közben magukba ezt megoldják, és azt mondják, aha, igen, megvan a megoldás, most már csak a megoldást hallgatom meg. Jó, na nézzük a kis ábránkat. Itt van a szép ábra, és ezen az ábrán rajta is van a megoldás. Mert mit látok? Látok egy zöld szabályos háromszöget, meg egy kék szabályos háromszöget. Ez a két szabályos háromszög hasonló. Sőt, mi több, középpontosan hasonló. Hát ha középpontosan hasonló, akkor a megfelelő pontokat összekötő egyenesek, azok mind áthaladnak a középponton. Márpedig a piros vonalok, azok a megfelelő pontokat összekötő egyenesek. Kész. Jó, ez egy negatív arányú hasonlóság, talán ehhez kicsit kevésbé szokott hozzá. Ez egy negatív arányú hasonlóság, de gyönyörű szépen meg a feladat megoldás. Na most ezek után a talán bevezető feladatok közül után következzen itt egy feladat, ami az OKTV-n volt, hát most már azért ez elég régen, tehát jó régen van. ABC háromszög beírt köre, a BC, CA, AB oldalakat rendre az A1, B1, C1 pontokban érinti, és az ABC köré írt kör át nem tartalmazó BC ívének felezőpontja A2. Na most jöjjön megint ez a kis firkám,
Jó, hogy jobban el tudjuk képzelni, tehát itt van a köré írt kör, itt van a háromszög, itt van a beírt kör, ezek mondjuk itt A, B, C, itt van az A1, és így tovább, és itt van az A2, ez a felező pont. Jó, elolvastuk a feladat szövegét, tudjuk, miről van szó, mit mond az állítás, hogy az A1, A2, B1, B2, C1, C2 egyenesek egy ponton mennek át. Na most a firkám az azért is jó, mert a gyerekek is általában azért nem GeoGebrával rajzolgatnak a füzetükben, hanem a legtöbb gyerek szabad kéz. Jó esetben körzővel, vonalzóval, és ezért az ő rajzukon nem biztos, hogy kőbánya alsóról üvölteni fog a megoldás, ami az én következő ábrámról azért már elég. Nos, itt van ez a szép ábrám, amit persze GeoGebrával rajzoltam. A1, A2, B1, B2, C1, C2, egy ponton mennek át. Ez a feladat a hasonlósággal nagyon egyszerűen bebizonyítható, ugyanis itt van két kör, a beírt kör, meg a köré írt kör. És ezeknek a két körnek pontjait kötögettük össze, és az a két kör, az hasonló. Márpedig, hogyha hasonló, akkor én most csak azért, hogy egy kicsit jobban lássuk, a köröknek a középpontját összekötöttem ezekkel az egyes és a kettes indexű pontokkal. És azt látom, hogy a beírt kiskör, meg a köréírt nagykör esetén a középpontból a megfelelő indexes pontba futó sugarak, azok mind párhuzamosak, ugye? Hát nem ideig merőleges az adott megfelelő oldal. Hát hurrá! Van a kiskör, meg a nagykör. Ez a két kör középpontosan hasonló. A középpontos hasonlóság mire tanított engem? Arra, hogy a megfelelő pontokat összekötő egyenesek, azok áthaladnak a középpontos hasonlóság centrumán. Hát ilyen egyenesek az A1, A2, a B1, B2 és a C1, C2, sőt az OI egyenes is. Tehát egy picit többet bebizonyítottunk, megmutattuk azt, hogy a keresett egyenesek azok egy ponton mennek át, és az egy pont, az rajta van az OI egyenesen. Jó? Ne tévesszem meg senkit, hogy ezt most itt kettő mondatban megbeszéltünk egy második fordulós feladat megoldást. Szóval azért erre nem annyira könnyű rájönni, de ha megvan az ötlet, akkor utána viszont nagyon egyszerű elmondani, és annál örvendetesebb. Na nézzük a következőt, hát ez most itt az előadásomban az egyik ilyen mély pont, vagy hogy mondjam, egy jó nehéz feladat, hatos feladat. Látjuk, oda aláírtam, ez az olimpiai válogató versenyen szerepelt Kecskeméten, és a 2016-os Hongkongi olimpiára javasolt feladatát abba a gyűjteménybe megtalálható. És akkor ehhez is itt készítek firkát, mert elég hosszú a feladat szövege, meg egy kisebb betűvel kellett írnom, hogy ide kényelmesen kiférjen. Na tehát azt mondja, hogy van egy ABC háromszög. Jó. Eddig megvan. ABC háromszög. A beírt kör középpontja az I. Jó. A köré írt kör középpontja az O. Jó. A BC oldalhoz hozzáírt kör középpontja, hát ez most nagyjából most így ide kitűzöm, itt lesz a hozzáírt kör középpontja. Hozzáírt kör középpontjának a tükörképe a BC oldalra, tehát ezt a hozzáírt kör középpontját, ezt ide ki kell tükröznöm,
ez itt lesz az A, ez itt lesz az A vesző. Jó? És akkor az A-A vesző egyenesnek a tükörképe az A-ból induló szögfelezőre, jó, még az A-ból induló szögfelezőt azt meghúzom, az A-ból induló szögfelezőre az lesz itt egy egyenes. Ezt nevezzük LA-nak. Jó? Hasonlóan definiáljuk az LB-t, igazoljuk, hogy az LA és LB egyenesek metszéspontja, rajta van az OI egyenesen. Jó, hát ez már itt volt az OI, tehát valahol ezzel az OI egyenesen rajta lesz. Jó, a feladat szövegét azt átvettük, a firkát azt nagyjából értjük, és mielőtt a megoldásra rámennénk, azért egy pillanatra dőljünk hátra a helyünkön, és nézzük meg egy kicsit alaposabban, hogy hát azért ez egy kevéssé szimmetrikus állítás. Mi az, hogy az LA meg az LB egyenesek? Mi van az LC? Arról mi megfeledkeztünk? Hát a napnál világosabb, hogy nyilván annak is, ugye itt teljes logikai szimmetria van. Tehát ez a feladat, ez arról szól, hogy az LA, LB, LC azok egy ponton mennek át, és az az egy pont, az rajta van az új egyenesen, csak valami miatt nem így fogalmazták meg. Most ez egy nagyon nehéz feladat, és ezen az olimpiai válogatóversenyen, ezen a 24 legjobb gyerek gyűl össze, akik az olimpiára való hattagú csapatba voltak ki. A 24 gyerek közül kettő oldotta meg ezt a feladatot, tehát ha valaki emlékszik még William Skada nevére, ő egy remek-remek versenyző volt, ő komplex számokkal kiszámolt ezt a feladatot, bravúrosan, én magam rengeteget tanultam a megoldásából, szuper. És még egy megoldás született, és az pedig Váli Benedeknek a megoldása, ez egy szegedi fiú, és a Váli Benedek megoldása az bámulatosan jó szemről tesz tanúbizonyságot, és sokkal egyszerűbb, mint a hongkongi szervezők által eredetileg leírt megoldás, úgyhogy én most a Váli Benedeknek a megoldását fogom megmutatni. Na, ehhez egy kis előkészületet teszünk, mégpedig az kis előkészület az arról szól, hogyha egy ABC háromszögbe meghúzom az A-ból induló magasságvonalat, meg az A-pontot összekötöm a körírt kör középpontjával, akkor ez a két piros szög, ez egyenlő. Hát de nyilván, mivel mondjuk, hogyha a B-nél levő szöget bétának jelölöm, akkor itt van a béta, akkor ezt látom, hogy igen, ez a piros szög, ez 90 mínusz béta, és az O-nál az AOC az két béta, tehát mondjuk, hogyha ide beállítok egy derékszöget, akkor itt is van egy béta szög, tehát itt is ez 90 mínusz béta. Jó? Tehát a két piros szög, mind a kettő ugyanakkora. És ez azért fontos, mert ha a magasságvonalat a szögfelezőre tükrözöm, akkor az átmegy itt a körközéppontot az A-val összekötő sugár irányába. Jó? Tehát ez a szögfelezőre tükrös, ez a két egyenes. Jó, ezt most megjegyeztük, és akkor most szaladjunk neki ennek a eredeti feladatnak a megoldására, és elnézést, ez egy kicsit ilyen csontvázábra, tehát nagyon igyekeztem szűkre venni, hogy miket ábrázoljak rajta, mert hogyha nagyon-nagyon sok vonal van, akkor elveszik a szemünk a dolgokban. Tehát akkor először is próbáljuk meg ezt itt nyomon követni. Tehát itt van nagy feketével az A, B, C, ez a háromszögünk. Ennek a köréírt körét gyönyörű szép kékkel megrajzoltam, ez a köréírt kör, ennek a középpontja az Otto, és akkor az ABC háromszög A csúcsából induló szögfelezőt azt meghúztam, azon rajta van Ilonka, a beírt kör középpontja, és rajta van IA, aki pedig a BC oldalhoz hozzáírt kör középpontja. Ezt higgyük el, hogy ez tényleg az, tehát én ezt kiszerkesztettem a GeoGebrával, de nem rajzoltam ide a hozzáírt kört, mert az már sok lett volna. Na és akkor azt mondta a feladat szövege, hogy ezt az IA pontot tükrözzük a BC-re, akkor kapjuk az A vesszőt. És utána csináljuk ezt, meg azt, meg azt. Na most a Váli Benedek az azt mondja. Mit mondtak? Azt mondták,
hogy ezt az I-át tükrözzük a BC oldalra. Tehát ezt azt is mondhatták volna, hogy a hozzáért kör középpontjából a BC-re merőlegesen szaladjunk fölfele egyszer hozzáért körsugárnyit, meg még egyszer hozzáért körsugárnyit. Jó, eddig rendben van. Második mondása Váli Benedeknek, hogy ho-ho-ho-ho, van itt a három, az ábriánkon egy középpontos hasonlóság, mégpedig egy A középpontú középpontos hasonlóság, a beírt kör, amit nem rajzoltam be, hogy ne legyen áttekinthetetlen, meg a hozzáírt kör, amit nem rajzoltam föl. Ez a kettő hasonló, mert mind a kettő az A-ból induló AB és AC egyeneseket érinti. Tehát én most lekicsinyítem én ezt a hozzáírt kört, az IA-t lekicsinyítem az I-be, és a kicsinyítés az most azt mondja, hogy ebből az I pontból kell a BC-re merőlegesen fölfele szaladnom kétszer a beírt kör sugarát. Jó? Tehát az eredeti feladat azt mondta, hozzáért kör középpontját tükrözd, Váli Benedek pedig azt mondta, a beírt kör középpontjából szaladj BC-re merőlegesen fölfele két R-nyit. És ez azért jó, mert az eredeti feladat azt mondta, hogy az A-A vesző egyenest kell tükrözni, és úgy kapjuk meg azt az L-A egyenest. De a Váli Benedek azt mondja, hogy helyette az A-A egy egyenest tükrözzük, és a tükrözöttje az itt lesz ez a piros egyenes, az A egyenek a tükörképe az A2, és gondoljuk meg, mi történik a tükrözésnél. A szögfelezőre kell tükrözni, az IA1, ez a zöld szakasz, ez az ABC3 szög magasságával megegyező irányú. Hát ha őt a szögfelezőre tükröztem, akkor egy olyan irányt fogok kapni, ez a zöld, ami párhuzamos az OA sugárral. Igen, ez volt pont az előbb az a kis előkészítő. Hát akkor kész vagyunk. Kész vagyunk. Ez a piros egyenes, ez az az LA egyenes, amiről az előbb beszéltünk. Na de ez milyen egyenes? Ez az aladárt és az A2-t köti össze. Na de nem csak két pontot, hanem a kék kör A pontját, a szaggatott zöld kör megfelelő pontjával, az azonos állású sugarak végpontjait köti össze, tehát ennek a kék körnek és ennek a szaggatott körnek a hasonlósági pontján fog átmenni. Miért? Mert megfelelő pontokat összekötő egyenes. És most már nyilvánvaló, hogy ez a piros egyenes, ez át fog menni a hasonlóság középpontján, a hasonlóság középpontja az OI egyenesen van, és hát ugyanez igaz az LB meg az LC egyenesre is. Tegnap tartottam ebből az előadásból egy főpróbát az egyik egyetemi hasta hallgatómnak, és azt mondta, hogy na hát ezt egy kicsit gyorsan mondtam. Remélem, hogy most azért igyekeztem, nagyon igyekeztem, hogy nyomon követhető legyen. Úgyhogy most lesz egy kicsit levegőt. Menjünk tovább, és nézzük akkor a hetedik feladatot. Adott egy E egyenes, egyik oldalán két pont, A és B. Szerkesszünk olyan kört, amely érinti az E egyenest, és áthalad a két ponton. Jöhet a firkánk, itt van az E egyenes, itt van az A pont, és itt van a B pont. Szeretnénk olyan kört szerkeszteni, ami érinti az E egyenest, és áthalad a két ponton. Hát itt van egy ilyen kör. Meg itt a másik oldalon itt is van egy ilyen kör. Hát ezt most már föl sem tudom rajzolni. Jó, valahogy. Na most ez egy olyan feladat, hogy olyan nagyon egyszerűnek tűnik. Hát van benne két pont, meg egy egyenes, de ennek a körnek a megszerkesztése nem annyira egyszerű. Hát én megmondom, hogy ezzel aztán sokat próbálkozhatnak a diákok. Egy dologra könnyű rájönni, hogy ennek a kiskörnek a középpontja, ugye erre a középpontra hajtunk, hogy ez a BC felező merőlegesén rajta van. Tehát, hogy azt a felező merőleges valamivel lehet,
arra még valahogy rá lehet jönni, de hogy utána mit csináljunk, az nem teljesen világos. De most én lapozok, és azt mondom, hogy hát erre a felező merőlegesre tükrözzük az E1-est, és akkor az a kör, ami átmegy A-n és B-n, és érinti E-t, az érinteni fogja F-et is. És most kész vagyunk, mert visszavezettük a feladatunkat egy már megoldottra. Ez a harmadik feladatunk volt. Van két egyenes, meg egy pont. Szerkesztünk olyan kört, ami átmegy a ponton. Tehát ide beszerkeztek egy kicsit, azt kinagyítom, és már meg is van a megoldás. Ez egy olyan egyszerűnek tűnik, de erre nem annyira könnyű rájönni. És most mutatok egy másik megoldást. Tehát az egy kézenfekvő ötlet, hogy a BA egyenest húzzuk meg, és akkor ez majd C-ben metzi az E egyenest. És most elnézést, de itt eredetileg azt terveztem, hogy ebbe az előadásban csak olyan dolgokat mondok, amik az első szintről indulnak. Most azért mégis belekotnyeleskedek itt az eredetileg említett harmadik szintre. Tehát itt a C pontnak a kiskörre vonatkozó hatványa az CA, CP, és az egyenlő a CE négyzettel. Tehát, hogyha én ismerem ugyebár a CA, meg a CB-t, akkor ezeknek meg tudom szerkeszteni a mértani közepét, és a mértani közepét fölmérem, akkor megkapom az E-t, vagy a CF-et, és ha már megvan az érintési pont, akkor könnyű megszerkeszteni a két kört. Jó? Ebből a rajzból jól látszik, hogy a szerkesztendő két kör érintési pontjai, EF, azok olyan helyzetűek, hogy a felező pontjukon áthalad a BA egyenes. És még mindig idézzünk itt ezzel a feladattal, ugyanis ez egy nagyobb problémakörnek a része, az az Apollonius-féle problémakör, ami azt mondja, hogy tekintsünk három alakzatot, amelyek mindegyike lehet pont, vagy kör, vagy egyenes. És szerkesztendő olyan kör, aminek mindhárom alakzattal egyetlen közös pontja van. Na most akkor itt egy picit időzzük el. Jó, tehát akkor itt készítek egy kis gyűjteményt, hogy pont, egyenes, kör, és akkor nézzük meg, hogy itt miket lehet csinálni. Hát lehet, hogy három pont van, nincs egyenes, nincs kör, van három pont, és olyan kör szeretnék, ami mindegyikkel egy kör. Ja, ezt ismerem, igen, ez a három pont köré írt köre. Na, hogyha nincs pont, de van három egyenes, és nincs kör, akkor ez mit jelent? Van három egyenesem, és olyan kör kéne, amelyiknek mindegyikkel egy közös pontja. Aha, ja, ezt ismerem, igen, a beírt és a hozzáírt körök. Ugye? Na most akkor a 3 0 0 0 3 0, a 0 0 3, ide teszek egy nagy felkiáltó jelet. Tehát, hogyha három kör esetén, az egy nagyon nehéz feladat. És akkor azt, hogy egy pont és két egyenes, ezt mi most megoldottuk, és azt is megoldottuk, hogy két pont és egy egyenes, ezt is megoldottuk. Ebben az Apollonius-féle feladatkörben összesen 10 feladat van, tehát akkor én most a kedves továbbképzésre megérkezett hallgatóknak is hadd adjak házi feladatot, tehát ezek után mondjuk érdemes megpróbálni azt, hogy két egyenes egy kör, vagy érdemes megpróbálni azt, hogy két pont egy kör, ezek olyanok, amik a hasonlóság témakörével, vagy az eddigi ötletek egy picit finomításával még tovább kihúzható. Hát az egy-egy-egy azért az se könnyű, de az is megcsinálható hasonlóságnak meglehetősen rafinált alkalmazásával. És akkor most megnézem, hogy én hogy is állok idővel, és akkor egy picit itten ugrok, mert itt van néhány olyan feladat, amire nem lenne becsületesen időm, úgyhogy inkább ide jövök. Jó? És
ez egy Kürschák-verseny feladat 1933-ból. Én meghagytam az eredeti feladatszöveget, tehát messe egy pénát menőszelő, és bebizonyítandó, hogy ugye manapság már nem így fogalmazunk, de szépen értjük, hogy miről van szó. Tehát a K1 és K2 körök egymást fében érintik, akkor ezt itt elkészítem a firkámat, tehát mondjuk így érinti egymást a két kör, és akkor a P-n átmenő szelő, itt A1 és A2, és itt pedig B1 és B2. És akkor itt van egy háromszög, meg itt egy háromszög. Ez a két háromszög hasonló lenne. Ugye? Ha igen, miért? Na de nézzük meg, hát egy kicsit becsületesebb ábrát készítünk, akkor látjuk, hogy a két érintkező kör, az lehet így kívülről vagy belülről érintkező, és az a csoda jó észrevételünk van, hogy mi van itt? Két kör. Hát a körök azok hasonlók. Sőt, mi több, bármely két kör középpontosan hasonló, ez a két érintkező kör középpontosan hasonló, és az első ábrán P pont az az egyik hasonlósági centrum, ő a negatív hasonlósági centrum, amiből a kiskör átvihető a nagyba. Itt pedig a P vesző az, ahonnan, ha kinagyítom ezt a kiskört, akkor a nagyítás során, ahogy egyre nagyobb lesz, egyszer csak eljut a nagy körbe. Na de akkor kész vagyunk, mert az A1 pontnak a képe hol lesz? A körön lesz, mert körképe kör. Másrészt a PA1 egyenesen lesz, mert a középpontos hasonlóság szabálya azt mondja, hogy a PA1 egyenesen kell lenni a képnek, tehát akkor ez lesz képe. Kész vagyunk. Az a középpontos hasonlóság, ami a kiskört a nagy körbe viszi, P centrummal, az a PA1-B1 háromszöget, a PA2-B2 háromszögbe viszi. E baloldali ábránknál negatív arányjal, jobboldali ábránknál pozitív arányjal. Most nézem, hogy nekem mindjárt vége van ennek az előadásomnak, itt a órámat, hát akkor igen. Akkor nézzük meg ezt. Még van egy icipici mondókám, úgyhogy lehet, hogy én egy 2 percet hosszabbítok, majd remélem ennyi belefér. Tehát itt az azt mondja, hogy adott 3 kör, és azt szeretnénk bebizonyítani, hogy a körök páronként vett külső hasonlósági pontjai, azok egyenesen vannak. És most én ehhez egy pillanatra innen ki is szállnék, mert készítettem ehhez egy másik ábrát, és remélem, hogy ezt most ide betomulni. Jó, tehát itt van 3 kör, és a külső hasonlósági pontjaikat kékkel, sárgával és feketével látjuk, és ez egy gyönyörű szép tétel és bizonyítás, ugyanis ezt szépen térbe kilépve lehet bizonyítani. A körökre képzeletben emeljünk kúpokat, és a kúpokat, ugyanolyan nyílásszögű kúpokat, a kúpokat is az a középpontos hasonlóság viszi egymásba, mint ami a köröket. Tehát például itt ez a fekete nagyítás viszi a kiskört a nagykörbe, akkor a feketéknek a meccés pontjából, ha nagyítom, akkor a kúpok is egymásba mennek, de a kúpok egymásba mennek, az azt jelenti, hogy a kúp csúcsok is egymásba mennek, tehát a hasonlósági centrumok, azok rajta vannak a kúp csúcsok által meghatározott síkon, másrészt rajta vannak a körök síkján, tehát ezért azok meccés vonalán, ami az ábránkon ez a piros. És akkor most visszajövök még ide a vetítésembe, és itt még az utolsó feladat ezen túl megyek, mert ez időigényes lenne. Ezt az egy feladatot még hadd vegyem elő.
mert ez a kedvencem, és ezzel szeretném zárni az előadásomat. Ez azt mondja, hogy a K-kör belsejében van az ABCD négyzet, és utána tekintsük azt a kört, amely belülről érinti K-t, és érinti az AB és AD egyenesek A-ból induló BT és D-t nem tartalmazó felét, ez a kör K-t A-vesszőben érinti. Jó, na egyből a szép ábrámon mutatom, jó, tehát így néz ki. Van egy nagy kör, azon belül egy négyzet, és ezekbe a felső kis sarkocskákba berajzoltunk ilyen kis köröcskéket, azok a kis köröcskék a nagy kört A-vessző, B-vessző, C-vessző, D-vesszőben érintik. Azt kéne bebizonyítani, hogy az A-A-vessző, B-B-vessző, C-C-vessző, D-D-vessző azok egy ponton mennek át. Na de miért? Ezt a következő ábrámot be is rajzoltam ezeket az egyeneseket. Tényleg, ha jó ábrát készít az ember, akkor tényleg egy ponton mennek át. De miért? Ha egyáltalán nem látszik, hogy mi itt a feladat kulcsa, és mi. Na de mi már 45 perce a hasonlóságról hallgatunk, és mit látok? Hát köröket látok, és az előbb már megtanultam, hogy a körök azok hasonlók. Tehát például ez az A-vesszőben érintkező kis szaggatott köröcske, és ez a nagy fekete kör, ezek hasonlók. A kis köröcskének látom itt két érintőjét, hát ha kinagyítanám ezt a kis köröcskét az A-vesszőből, akkor a nagy kör érintőihez jutnék. Aha, akkor nézzük csak ezt meg kicsit jobban. Ezt a kis köröcskét kinagyítom A-vesszőből, kapom a nagy kört, a kis köröcske érintőinek metszéspontja A, ide eljut az A egy pontba. Tehát ez a feladat által emlegetett A-vessző A egyenes, ez kicsit jobban mondva nem más, mint az A-A egy egyenes. Ja, hát kész vagyunk. Hát ez volt a második feladatunk, ugyebár van egy kis négyzetünk, meg egy nagy négyzetünk, a megfelelő csúcsokat összekötő egyenesek egy ponton mennek át. Hát a napnál világos. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Én szerettem volna az előadásba arra fölhívni a figyelmet, hogyha észrevesszük, hogy két alakzat középpontosan hasonló, akkor azt nagyon ügyesen ki lehet használni szerkesztésben, számolásban és bizonyításban. Köszönöm szépen a figyelmet!